Tisztelt derecskéiek! 2020. november 4-én Magyarország kormánya ismét rendkívüli jogrendet hirdetett. Ennek értelmében a település önkormányzati képviselőtestületének feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezt a katasztrófa védelmi törvény hirdeti ki. Ez azt jelenti, hogy sem testületi, sem bizottsági ülések összehívására, illetve megtartására nincs lehetőségünk. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy a képviselőkkel egyeztetett, megalapozott döntéseket hozzak. Ezért az előttünk álló időszakban, akárcsak a tavaszi vészhelyzet idején, kikérem képviselőtársaim véleményét. Ennek következtében kellett lemondanunk a közmeghallgatást is, hisz a közmeghallgatás egy testületülésnek minősül. 2020. november 10-től, éjféltől az alábbi szabályok léptek hatályba. Este 8 és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lép érvénybe. Bölcsödék, óvodák és általános iskolák a 14 év alattiak számára továbbra is nyitva maradnak. Középiskolákban a 8. osztály felett digitális oktatás kerül bevezetésre. A felsőoktatásban online oktatás lép életbe, felsőoktatási kollégiumokat bezárják. A kórházi dolgozókat, tanárokat, az óvónőket, a bölcsödei és szociális intézményekben dolgozókat hetente tesztelni kell. Az éttermek bezárnak, csak a házhoz szállítás lehetséges. Az üzemi étkezdék nyitva maradhatnak. Az üzletek, a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók 19 óráig tarthatnak nyitva. A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem. A szabadidős létesítmények, közművelési intézmény, könyvtár, fitnessterem, fedett uszoda, színház, múzeum, állatkert bezárnak. Minden csoportosulás, gyülekezés közterületeken és nyilvános helyeken tilos. Általános rendezvénytilalom lép életbe. Családi rendezvényeken maximum 10 fő vehet részt, esküvőt csak lakodalmak nélkül lehet megtartani. Az egyházi és polgári szertartásokon csak a szertartásvezetők, házasulandók, a tanúk, szülők, nagyszülők, testvérek és házasulók gyerekei vehetnek részt. A temetéseken maximum 50 fő vehet részt. A sportesemények zárt kapusak lesznek. Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatjáték tilos. A korlátozó intézkedések 30 napig lesznek érvényben. Maszkviselés 10 000 fő feletti település egyes közterületén kötelező, tehát nálunk jelen álláspont szerint még nem. Szeretnék megosztani egy-két információt a jelenlegi helyzetről a vírus veszélyek kapcsolatosan Derecskét érintőlegesen. Tudtuk, hogy nem kerülhetjük el azt, hogy a fertőzés megjelenjen településünkön. Közvetlen közelünkben is előfordult, az egyik intézményünk dolgozója fertőződött meg. Közvetlen kollégáit leteszteltük, ők negatívak. Nem kapunk tájékoztatást, mint a tavaszi időszakban. Megkerestük az ANTS-t, járáshivatalt, kormányhivatalt, nem tudtak információval szolgálni, és ezért a házi orvosainkat kerestük meg, és ők vállalták azt, hogy hétről hétre összesítik azokat a betegeket, akiknek pozitív, igazolt tesztjük hozzájuk eléjük kerül. És ezen információ birtokában tudok nyilatkozni arról, hogy hány megbetegedés van településünkön. Városunkban eddig összesen 25 koronavírussal fertőzöttről van tudomásunk, akinek pozitív igazolt tesztje van. 11 fő aktív beteg, és 14 gyógyulnak minősített. Korcsoport szerint megoszlásról elmondható az, hogy gyakorlatilag minden korosztályt érint. Fertőzés lefolyása az enyhétől súlyos, a kórházi ápolás is igénylő állapotig terjedt. Tünetek pedig változatosak. Olykor kifejezetten súlyosak, leggyakrabbi szövődménye a kórházi kezelést is igénylő tüdőgyulladás. Halálesetről eddig szerencsére nincs tudomásunk. Jelenleg tendencia településünk esetében az esetszámok folyamatos emelkedése. Mindig jó helyzetben vagyunk a környező településekhez képest, hisz lakosságszám arányaiban az igazolt megbetegedések száma kicsi. És ezt szeretném mindenféleképpen megtartani, és kérnénk azért erre mindenkit, hogy segítse ezt. És csak úgy tudjuk ezt az esetszámot stabilizálni, illetve hogy ezek az esetszámok csökkenjenek, hogyha mindenki betartja a szabályokat. Szeretnénk heti egy alkalommal tájékoztatást adni a helyzet javulásáról, vagy esetleges romlásáról. Pár szóban az intézmények nyitva tartásáról, illetve ügyfélfogadásáról. Polgármesteri hivatal tekintetében tájékoztatjuk az ügyfeleinket, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfőfogadás a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében november 9-e napjától hétfőtől előre nem látható ideig szünetel. A polgármester és a jegyző fogadóórájának megtartása továbbra is a következők szerint kerül sor.
Hetente, keddi napokon, 13-tól 16 óráig előre történő telefonos bejelentkezés alapján. A fogadóra lebonyolítása telefonon történik, és mi hívjuk vissza a lakosságot. Lehetőséget biztosítunk a social media Facebook oldalon is az információ nyújtásra. A hivatalos ügyintézésre a fenti időponttól kezdődően az alábbi módokon van lehetőség. Elektronikus úton, az önkormányzat hivatali portál felületén keresztül, az e-papír szolgáltatás igénybevételével, illetve a titkárság@derecske.hu e-mail címen. Telefonon a szellői napok kivételével a 054 410 078-as telefonszámon. A kérelmek beadványok benyújthatóak a hivatal főépítőjének előterében elhelyezett ládába történő elhelyezéssel. Anyakönyvi igazgatási ügyekben születés, házassági szándék és haláleset bejelentése kapcsán a személyes megjelenést a megelőzően a 54-es körzetszám 548-087 vagy a 0620-669-7171-es telefonszámokon szükséges időpont egyeztetés, illetve tájékoztatást végett. Családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyben tájékoztatást a 410-078-as telefonszámon a 124-es melléke kapcsolásával lehetséges. A kormány rendelkezési értelmében esküvőt csak lakodalom nélkül lehet megtartani, az egyházi és polgári szertartásokon csak lebonyolításban résztvevők, illetve családtagok, szülők, testvérek és tanúk vehetnek részt. Derecske Városi Szociális és Családsegítő Központunkról. A Szociális és Családsegítő Központban a nappali ellátás egyéb rendelkezésig változatlanul üzemel. A segítségnyújtás folyamatos. Személyes jelenléttel zajló csoportos foglalkozások további intézkedésekig felfüggesztésre kerülnek. Az ebédjükért a központban járók továbbra is testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. 37,5 Celsius fokot meghaladó testhőmérséklettel érkező személyek nem léphetnek be az intézményekbe. Ez vonatkozik az ott dolgozó kollégáimra is. Belépéskor alapos kézfertőtlenítésig, távolságtartás és maszkviselése kötelező. Mindenféleképpen meg szeretném említeni, a zöld számunk ismételten elérhető és üzemel a 0680-620-015-ös telefonszám, ahol állnak a rendelkezésükre kollégáink, és itt lehet kérni segítséget, akár egy bevásárláshoz, akár gyógyszerkiváltáshoz, vagy akár fabehordáshoz. És bármilyen jellegű kérésükkel keressenek bennünket, igyekszünk segíteni mindenben. Mesevárorda és bölcsödénk nyitvatartásáról. A rendelkezés szerint bölcsödék, óvodák, általános iskolák változatlanul üzemelnek tovább intézkedésig. Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményben, a Mesevár óvodában és bölcsödében az első nevelési naptól kezdve, immáron alapvetően tűnő higiéniai szabályok betartásán túl, bevezettük a kötelező testhőmérséklet mérését. Mind a szülők, mind a gyerekek tekintetében. Első napokban kisebb fennakadást tapasztaltunk, de mára gördülékenyen működik mindez. Reggeli érkezéskor a szülők maszkban, lábzsákban, az öltözőkig kísérletik gyermeküket, kézfertőtlenítést követően. Én is nap mint nap viszem gyermekemet az óvodában, és köszönöm az ott dolgozóknak a segítségét és a rugalmasságát. A város óvodájának általános és középiskolának valamennyi tanulócsoportja hagyományos tanrend szerint látja el a feladatát. Eddig nem volt szükség digitális tanrend bevezetésére, intézmény bezárására. Az óvodát, bölcsödét, a tanácsadót és a szociális és egészségügyi szolgálatot felszereltük megfelelő mennyiségű germicidlámpával, melynek segítségével csoportszobák rendelők, közösségi terek napi szintű feltörlését el tudjuk látni. Intézménybezárásra óvoda, bölcsöde tekintetében jelenláspont szerint nem kerül sor, esetszámok növekedésénél mindenféleképpen ezeket a lépéseket meg fogjuk tenni, ha az esetszámú növekedések megkövetelik. Középiskolában digitális oktatásra látunk át, a kollégiumunk bezárásra került. Derecskei Városgazdálkodás Nonprofit Kft. Berkeibe tartozó területek. A konyha. Mint üzemi konyha változatlanul, de még nagyobb körültekintéssel üzemel. A nevelési oktatási intézmények dolgozói, illetve tanulói is kiszolgálhatóak a menzán. Ételkiszállító autóink folyamatosan ózongeneratozásnak vannak kitéve. A piac. A régi főtéren pénteki napokon tartott piac saját és embertársaink védelmi érdekében mindenki számára kötelező a szájat és orrot eltakaró maszkviselése és a megfelelő távolság betartása. Az új piaccsarnok nyitásával kapcsolatosan hamarosan információval jelentkezünk. Derecskevárosi sportcsarnokunkról. A kormány rendelkezésnek megfelelően a sportcsarnok
november 10-e napjától kezdve határozatlan időre bezár. A temető, köztemetőkben, temetéseken és szintén kötelező a száját és az orrot eltakaró maszk viselése. A kormány rendelkezési értelmében temetéseken maximum 50 fő vehet részt. A városi tanúszodáról. Az MNSK fennhatótossága alá tartozik, nem a mi kompetenciánk. Parkok, játszótelek és közterületek. Már augusztus végétől kezdve ismételten megkezdtük a fertőtlenítést a város forgalmasabb közterületein, parkokban, játszótereken, üzletek, gyógyszertárak, egészségház környezetében. Egyéb információk mindenféleképpen szeretném megosztani a lakossággal. Az egészségügyi kapacitások terhelhetőségének csökkentése mindannyiunk elemi érdeke ezekben a hetekben. Ezért nyomatékosan kérnék mindenkit, hogy az országos és helyi rendelkezéseket maradéktalanul tartsa be. Boltok és a bevásárlásról egy-két szót. Lehetőség szerint ne családi, közösségi program legyen. Egyedül menjen vásárolni mindenki, és legkevesebb ideig tartózkodjon az üzletekben, és itt is tartsa a megfelelő távolságot, és hordja a maszkot. A bolti dolgozók védelme is kimerten fontos mindenki számára. Az orvosi ellátás működéséről egy külön tájékoztatóban adunk információt. Tiszteletem megkérnék mindenkit, hogy saját és embertársaink egészségének védelmében továbbra is fegyelmezetten tartsuk az országosan érvényben levő vírus elleni védekezés szolgáló intézkedéseket. Közösségi tereinkben, üzleteinkben, boltjainkban, iskoláinkban, patikában, rendelőben viseljük a maszkot. Javasoljuk a minél többszöri kézmosást, kézfertőtlenítést. Az előírt 1,5-2 méteres védőtávolságot tartsuk be, amelyben lehetőségünk van rá, kerüljük a nagyobb csoportosulást, a tömeget. Annak, akinek felső légúti panasza jelentkezik, orrfolyás, száraz köhögés, gyengeségérzés, izom- és ízületfájdalom, melyhez kísérhet láz, szaglás, ízérzés zavar, úgy azonnal keresse háziorvosát telefonon, és közösségbe semmiképpen sem menjen. Koronavírus ellen jelenleg még nincs gyógyszer, ahogy egyelőre védőoltás sem létezik. Jelenleg a megelőzés és az óvintézkedések betartása a leghatékonyabb segítség. Azért, hogy csökkentsük a megfertőződés és a további fertőzés kockázatát. Bármilyen oknál fogva karanténba kerülőknek türelmet és kitartást kívánok. A lakosságtól pedig kérjük a nagyfokú toleranciát és megértést embertársaink iránt. Minden intézményünket is ellátok digitális érintés nélkül hőmérékkel, valamint fertőtlenítőszer agregátorokkal. A helyi rendőrös és orvosügyelet ellátó szolgálat és orvosi rendelők részére ózongenerátort biztosítottunk. A szolgálati helyiségeket és a járműveket fertőtlenítik. Az első szakaszban beszerzésre került a felület és készfertőtlenítőszerekből, gumikesztyűből, maszkokból álló készletünket, még a második hullám begyűrűzése előtt újra töltöttük, hogy az intézmények részére garantálhassuk a zavartalan utánpótlást. Az intézményeket tesztekkel láttuk el, és folyamatosan figyelünk a biztonságukra. Nagyon fontos, köszönetet szeretnénk nyilvánítani. Köszönöm azoknak a munkáját, akik a védekezés frontvonalában dolgoznak, és a hatékony megelőzéshez járulnak hozzá. Külön köszönöm az egészségügyi és szociális területen dolgozók munkáját, hogy odafigyelnek az idősekre, a betegekre, elesettekre. Köszönöm tovább a pedagógusok szakmai alázatát, hiszen az oktatáson túl vigyáznak is a gyermekeinkre, nekik köszönhetően nem történt intézménybezárás, nem kellett újra sor kerüljön a digitális oktatásra való átállásra. Köszönöm a lakosságnak és kollégáimnak eddigi együttműködését. Fegyelmezettséget és türelmet kérünk az elkövetkezőkben is. És erre szükségünk is lesz az előttünk álló időszakban is. Kérem, hogy kövessék figyelemmel az önkormányzat hivatalos Facebook oldalát és honlapját. Igyekszünk folyamatos naprakész információval szolgálni. Kérek mindenkit, hogy a nyugalmát megőrizve, egymást támogatva, jogkövető magatartást tanúsítva fogadja a folyamatos megjelenő rendelkezéseket. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.